Na így most már jó lesz. Múlt hét pénteken elpostáztam az egyik nyertesnek a fidget spinnert, tudjátok, amit lehetett nyerni az egyik vlog alkalmával, amit meghirdettem. Na most az a helyzet, hogy egyelőre csak az egyik nyertes jelentkezett a nyereményéért, a másik nyertes az egyelőre még hallgat. Hogy ugyan mi okból teszi, azt nem tudom, fogalmam nincs, de hogyha nézed, akkor légy szíves, írj nekem egy e-mailt a címeddel, itt az e-mail címem, a te címeddel, a postai címeddel, hogy hova tudom küldeni a nyereményedet. Abban az esetben, hogyha szerdáig, ha nem érkezik, nem jelentkezel érte, akkor kénytelen leszek újra kisorsolni a fidget spinner, mert úgy gondolom, hogy ez így fair, nem tartom meg magamnak, meg igazából minek. E hónap 28-áig, hogyha jelentkezel érte, akkor az szuper lenne, ha nem, akkor újra kénytelen vagyok húzni egy nyertest. Jó? Oké. Okay. Most per pillanat így néz ki a stúdió, tehát itt van mert egy asztalom. Én ide raktam, rakni fogok ezt a tükröt, ezt a szép tükröt. Itt van ez az állvány. Annyi hibája van az állványnak, hogy itt van ez a LED szalag, ami csak ezen az oldalon van. Itt a másik oldalon nincsen még. Úgyhogy ezt még meg kell szerkesszem, hogy tudjam használni tökéletesen. Ez az ajtó soha nem marad nyitva. Maradj már úgy. Oda fogom tervezni, tehát oda lesz az ülőke. Majd úgy keresztbe. Ide a falra még nem tudom, hogy mit lehetne odarakni a falra. Hogyha van éppen ötletetek, hogy mit lehetne odarakni a háttérbe a fehér falra, akkor szívesen veszem. Írjátok meg nekem ide a kommentbe, hogy mi az, ami jól néz neki. Hát ha tudtok valami jó kis ötletet adni nekem ebben kapcsolatban. Van nekem is egy pár igaz, de szeretném meghallgatni a ti véleményeiteket is. Nézd ez az ajtó, ez becsukódik. Akkor csukódjál be! Dominik volt olyan kedves és küldött néhány képet, hogy megérkezett a fidget spinnerje. Nézzétek? Nem tudom, hogy mennyire látszik, de mutatom inkább így. A mai napra is jutott egy találkozó, éppen oda vagyok útra. A házunktól nincs messze egyébként, ahova mennem kell. Nem azért megyek autóval, csak mert nem voltam otthon. Egy régi ügyfelemmel fogok ma találkozni, akinek körülbelül egy másfél vagy két évvel ezelőtt készítettem céges arculatot. És most felhívott, hogy újra szeretne valamit, és ennek érdekében ez ügyben fogok vele most ma délután találkozni. Mivel én szabadúszó vagyok, ami annyit tesz, hogy nincsen főnököm, akinek elszámolással tartoznék, illetve hát ez nem így, ebben a formájában nem igaz, mert van saját magam, illetve a cégem felé elszámolással tartozok nyilván, de úgy mondom, hogy nincs fölöttem beosztva senki. Illetve ez se igaz így ebben a formában, hanem az ügyfél van beosztva, ő a főnök. A lényeg, amit akartam ebből kihozni, az, hogy a szabadúszók élete az olyan, mint a hullámlovaglás. Ilyen változó, egyszer fent, egyszer lent, tehát nem nagyon nehéz mindig egy szintet tartani. Egyik hónapban nagyon sok a munkád, jó a bevétel, a másik következő két-három hónapban meg lehet, hogy szinte nulla bevételed van, nincs munkád, és hát ez nem minden esetben tök jó. Természetesen ennek az évfajta életmódnak is van előnye és hátránya is. Most ebbe a vlogban nem fogok rájuk kitérni. De vannak jó részei és vannak rossz részei. Ez most pont egy negatív, egy rosszabb része volt, amit most elmondtam. Viszont hát, hogy mondjak jót is, sokkal több a szabadságod. Nem kell elkéreckedjél a munkából, hogyha most be kell menni Szegedre például, vagy el kell menni másik városba, vagy hogyha most úgy tartja kedved, hogy kiveszel egy hét szabadságot, akkor kivettél egy hét szabadságot.
Hát elkezdődött egy újabb hét, és ez a hét számomra legalábbis egy különleges hét lesz. Egyrészt izgalmakkal teli, és ezen a héten sokkal, de sokkal jobban várom a hétvégét. Hogy miért? Ezt még nem mondom el nektek, egy kicsit hagyom, hogy játszadozzon a fantáziátok, hogy miért. Nem utazás lesz, hanem teljesen más. De ez a hétvégén fog kiderülni, hogy pontosan mi is ez. Úgyhogy szeretném kérni a türelmeteket és a megértéseteket. Előre nem szeretném lelőni a poént. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok a hétfővel. Mennyire szeretitek a hétfőt? Vagy egyáltalán szeretitek-e a hétfőt? Ha igen, akkor írjátok meg kommentben, hogy melyik a kedvenc napotok a hétből. Ha jól tudom, akkor elkezdődött a nyári szünet. Azt is megírhatjátok, hogy hova fogtok menni nyaralni, hogyha mentek az idén nyaralni. Mi nem tudom, hogy megyünk egyáltalán, de ha megyünk is, akkor egyelőre a baba miatt, Sophie miatt még csak belföldre megyünk. Szerintem még most a külföldi nyaralások, illetve kirándulások Sophie-val még egy picit nyűgösek lehetnek. Igaz, a 4 óra hosszás autóutat is alig bírja ki. De mondjuk egy balatoni túra az még éppen beleférhet. És akkor persze menjünk lassan, jó? Mehetünk. Hány óra van? Mondom, hogy sorsára, mert lehet tudni, hogy milyen... Sophie, halló! Milyen volt a játszótér? Igen. Jó volt? Ennyire jó volt? Sokat hintáztál? Igen, meg csúszdáztunk, hintáztunk, meg mászókáztunk, már leraktam a földre, mászott. Tényleg a homokba? Nem mászott, hanem járkált. Nem, a homokban van ilyen gumi szőnyek. Ja, azt hittem, hogy leraktad a homokba. Picit homokozzon. Hát az még nem egyen volna a barátom. Egyen egy-két marék homokot nyugodtan a gyerek. Ja, nem látok. Aha! Aki nem tudná, hogy mi ez, a holnapi vlogból ki fog derülni. Köszönöm szépen, hogy ma is néztétek a vlogot. Találkozunk holnap. Szevasz, cuki kutyus! Jaj, de cuki vagy! Hol vagy? Szevasz! Szevasz! Jaj, de jó! Jaj! Szeret mózolni. Benne leszel a vlogba? Itt egy kis cuki kutya rám talált. Így megjelent egyszerűen csak a semmiből. Nézzétek mekkora az ujjam mellett? Igazi vadászkutyus. Nagyon cuki falat.